Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy felkért minket az MTV a dal műsor produkciójához, hiszen maga az új cirkusz misszió ezáltal kap egy nagyon-nagyon széles spektrumot, ami megszólhat, hiszen maga ez egy új műfaj. Ez egy nem könnyű feladat, hiszen itt egészen más paraméterek vannak. Általában egy színházban 10-12 méter, vagy akár 14 méteres belmagassággal is dolgozunk, ahol a reptető motorjaink a magasban emelik az artistákat. Itt egy elég csúszós színpad van, és ugye ez tényleg itt millimétereken múlik az, hogy valaki a levegőből visszaérkezzen egy másik embernek a kezébe. Több éjszakán keresztül, amikor itt nem volt senki, akkor nekünk gyakorolnunk kellett ezzel a színpaddal. Egy artista nem képes sokszor visszaismételni valamit, tehát ez mindig egyszer vagy kétszer megcsinálható csak maximum, mert az ereje elfogy. Köszönjük, meg vagyunk, csak megnéztük a képhatárt. Alapvetően mi artistákkal dolgozunk, táncosokat is vettünk fel a társatunkba, akiket viszont artistaságra képeztünk. Köztük ugye most a dalnak a koreográfusa Zsíros Gábor is, ugye táncosként érkezett a társatunkhoz. És jössz le ide a lefordításhoz, igen, itt bele a kamerába, mert itt mi lesznek abba. Most pedig már artistaként dolgozik, 100%-osan, illetve koreográfusként.